Az első fél időben már 3-0-ra vezettünk. Talán az első fél idő alapján úgy tűnt, hogy ez a meccs viszonylag simán meg lesz, ha lehet ilyet mondani. De az a helyzet, hogy talán a szünetben benne is maradtunk picit az öltözőbe, és a Szekszárd nagyon nagy irammal kezdte a második félidőt, és ez az iram az egész játékrészen át kitartott, tehát nagyon hektikus volt úgy gondolom a második félidő. Második félidőben mi is kapkodóban játszottunk, nem voltunk annyira koncentráltak, úgyhogy hát picit aggódtam, hogy itt meg szorongatják a helyzetünket. Volt is néhány óriási helyzete az ellenfélnek, szerencsére a kapusunk ma nagyon jó napot fogott ki. Összességében megérdemeltnek tartom a győzelmet, és elégedett vagyok a csapattal. Milyen céljai vannak a csapatnak? Hát bajnoki címvédőként ugye nem is lehet más a célunk, mint hogy ismét behúzzuk az aranyérmet a bajnokságban, és nagyon szeretnénk most már a Magyar Kupában is az élen végezni. Épp a jelenlegi hazai csapat ellen egy 2-3 héttel ezelőtt a 8-6 döntőbe jutottunk, a Szekszárdot legyőzve, úgyhogy szeretnénk mindkét fronton az első helyet megszerezni. Úgy gondolom, hogy nagyon hajtós, nagyon jó mérkőzést játszottunk Hajdúböszörmény ellen. Úgy gondolom, hogy az első fél időt egy 3 perces rövid zárlatot leszámítva, 13 percig mondjuk az történt, amit mi akartunk, mi szerettünk volna megvalósítani. Ez volt a célunk, mivel nagyon rövid volt a kispadunk, tehát így nem tudtuk azt a fajta játékot játszani, amit én még egy 2 hete elterveztem. Úgyhogy egy teljesen másabb, kicsi defenzívebb játékot próbáltunk játszani, abból kontrázni. Voltak helyzeteink, sajnos jött egy rövid zárlat, akkor kaptunk 3 perc alatt 2 gólt, ami úgy gondolom, hogy kicsit padlóra is rakott minket az első félidőbe. A második félidőben úgy jöttek ki a lányok, ahogy kell. Tehát az elsőt is nagyon jó kezdtük, mondom, 13 percig az történt, amit mi akartunk. Volt helyzete persze a vendégcsapatnak, nekünk is voltak helyzeteink, de a második félidő, mondjuk első 3 percébe simán ki is egyenlíthettünk volna. Aztán jött egy szépítő gólunk, Sajnos továbbra is, tehát nagyon-nagyon vékony a kispadunk, de akik itt voltak, lányok, tehát le a kalappal előttük, bocsánat, mind küzdelemből, odaadásból, tehát én csak gratulálni tudok az enyémnek, és így ki lehet kapni, tehát a jövőre nézve ez nagyon rendben lesz majd idővel. Hát természetesen a célok nem változtak, az alapszakasz végén az 1-4-be kell lenni. Jelenleg a második helyen állunk, úgy gondolom csak a Böszörmény tudott minket megverni, neki van 8 cserejátékosa, nekem van 2, abból folyamatos sérülésekkel bajlottak itt. De én nem erre fogom, aki itt van, mindig az a legerősebb keret, tehát le a kalappal a lányaim előtt, továbbra is a célok maradnak, 1-4, tehát nem változik.